Sziasztok emberek, itt vagyunk a lőtéren a nullponton, és eszméletlen nagy szél van! Üdvözlök mindenkit a Roncsok című sorozat legújabb részében, ezeket a helikoptereket fogom megnézni. Sajnos csak távolról, mivel nem mehetünk a közelébe, ugye. Konkrétan nem roncsokról van szó, mivel ugye karba van tartva, de már régóta nem repültek. Itt áll mellettem 10 méter egy ember, aki arra figyel, hogy nem ennyire senki közel, de hát ilyen pár méter oda megyünk azért. Ott van a Suzuki is, ugye mögöttem van az épület, azt nem mutatom. A Suzuki belül az az ember, aki felügyeli konkrétan a gépeket, ő azért van itt, és ugye így néznek ki. Emlékszem, hogy 3 éve ezek már itt álltak, tehát távolra ezeket már láttam. Jó pár éve nem repültek, de ugye láthatjátok, nem roncsokról van szó. Nem karba vannak tartva, azért rendesen. Hát, mi 8-as szállító helikopterek. Ugye, ahogy látjátok, az elképesztő nagy szél ellenére sem mozdulnak nagyon a gépek, sem ugye a rotorok, mert egészen jól le vannak rögzítve. Ezek a minyók, a minyolcasok ugye, jelenleg is van szolgálatban, a Magyar Honvédségben lehet is látni néha napján az egekben, bár már ezekből se sok van, így néznek ki. Ott látszik a Lajstrom száma is, pontosan utána lehet nézni konkrétan, hogy mikor készült, hol használták, mikor került Magyarországra, stb. Ennek mennyi? Hú, nem látom, 10... Kijelzőben nem látom, 10-4-37. 10-4-37, és már jön is a csávó kifele, gyerekek. Szóval, hogyha minden jól megy, akkor fel tudok menni oda is, azokhoz a gépjárművekhez, de azt ugye nem ígérem meg, mert oda nincs engedélyem, de megpróbálom. Van még, ez meg tudom én közelről, a másik oldalra, a másik oldalukra már nem tudok elvenni, mert akkor tényleg észrevesznek. MH anyagellátó raktárbázis, központi haditechnikai raktár kiképzési technikának átadva, tehát ezt is majd ugye harcászati célpontként fogják használni, ezt a kis picike kis aranyos ikaruszt. Mert nem akarok mászni, mert tényleg észrevesznek. És még mellette is rengeteg sok katonai jármű van, ami valószínűleg szintén harcászati célpontként fog szolgálni. Ugye ez egy 256-os Ikarusz, ahogy láthatjátok. És mi itt is vannak. De még
pedig mennyi. Zila, ahogy jól látom, az egyik. Ugye a másik felére már nem akarok elmenni. Ez is. Ezt még láttam valamikor még működni, és egy jó pár évvel ezelőtt. Valószínűleg kiselejthezhették mostanában. Gyerekek. Aztán lassan. Oké, jönnek, látom mögöttem, szóval lassan akkor megyek is innen. A francba. A kamerát gyorsan elrakom, nehogy elvegyék, vagy letöröljék. Jó, a másik felére nem vettek még észre, de nem akarok átmenni a másik felére, mert tényleg ott is észrevesznek. Na, egy jó 4-5 perc, mire ide érnek a másik oldalról, szóval így néz ki a technika, gyerekek. Gyorsan megmutatom még. Na, megyek.